Előregedő társadalomban élünk, így már évekkel korábban felismerték, hogy milyen fontos a társadalom számára az aktív időskor. Egyre gyakoribb, hogy az időskor megítélését az ageizmus, azaz az életkor miatti hátrányos megkülönböztetés jellemzi. Ráadásul a fiatal generáció nem tudja megindokolni, hogy miért nem szeretik az öregeket. Egyszerűen egy csak erre a válasz. Említette beszédében Semsei Imre, a Debreceni Egyetem egészségügyi karának dékánja. 2014-ben Magyarországon először Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem egészségügyi karán megalakult a gerontológiai tanszék, amely azóta is egyedülálló hazánkban. A tanszék munkájához hozzátartozik az oktatás. Gerontológiai oktatás a különböző területeken, teljes mértékben meg is valósul a karunkon, sőt segítünk más egyetemeken is ezzel kapcsolatban. Emellett a tanszékek feladata kutatás is. Nagyon rövidesen egy igen korszerű gerontológiai kísérletes gerontológiai kutatólabor fog felállni a karon. A harmadik lába a munkánknak az pedig egyfajta szolgáltatás. És a szolgáltatások közé hozzátartozik az is, amit tettünk, hogy Nyíregyházán megkezdtük az Idősek Akadémiáját. A rendezvény partner szervezete a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség volt, amely azzal a céllal jött létre 15 évvel ezelőtt, hogy a nők életében segítsen a karriert és a családot összeegyeztetni, valamint a női foglalkoztatási lehetőségeket bővíteni. 2009-től már az ENSZ ülésein is részt vesznek. A konferencián arról is beszéltek, hogy jelenleg az 50-es, 60-as korosztályra egyszerre van szükség a munkaerőpiacon és a családban is. Arra kell felkészíteni a fiatalabb női korosztályt, hogy akár 70-80 évesen is aktívnak kell maradniuk, közölte a szövetség elnöke. Mi azt tanácsoljuk a nőknek, az szabad ezt mondanom, hogy hosszú az élet, és hosszú idő van arra, hogy a karrierjét és az álmait valaki megvalósítsa, hogy ott lenne egy kis tennivaló, hogy korábban nagyon csábító a karrier, és természetesen a cégeknek és az igazán jó munkaadóknak nagy szükségük van a nőkre, az ügyességükre, az okosságukra és azokra a képességekre, amivel szinte sokszor csak ők rendelkeznek, de viszont a családban, tehát az anyasság, az viszont az nem kitolható, és az a baj, hogy sokszor túl nagy sábítás a karrier. Nyíregyházán is nőtt az idősek száma az elmúlt években, amíg 1980-ban még a lakosság 11,5%-a volt 60 év felett. Addig 2017-re ez a szám már 24,2%-ra emelkedett, több mint 21 ezer nyugdíjas él a megyeszékhelyen. Ők aktívan tölthetik a szabadidejüket, az önkormányzat több módon is segít nekik ebben. A különböző szociális ellátásoktól a segítő tevékenységen át a kulturális sportvetélkedőkig, az egészségügyi karral évek óta megy az öregedés művészete, előadássorozat, Szépkorúak Akadémiáját szerveztünk. Én azt gondolom, hogy ezen a területen nagyot léptünk előre az utóbbi években, és ebben sokat segít az, hogy Nyíregyházán az idősügyi tanács azt hiszem már 5 éve megalakult, és nagyon aktív, állandó javaslatokkal áll elő a városvezetés felé, amit mi többnyire meg is fogadunk. A konferencián a résztvevők előadásokat hallhattak például az aktív idősödés fogyasztóvédelmi szerepéről és a nemzedékek helyzetéről a családban és a munkahelyen.